A Veszprém elleni hazai sikert követően azzal a céllal utazott a Honvédhoz a Nyíregyháza, hogy idegenben is megszerezze első győzelmét a bajnokságban. Az első negyed 2 ponttal a vendégeké lett, a második 10 percben azonban fordítottak a fővárosiak, így 4 pontos Honvéd előnnél mehettek a nagy szünetre a csapatok. A harmadik játék részben fokozatosan átvették az irányítást a cápák, és bár a hazaiak mindent megpróbáltak, a záró 10 perc előtt már 7 pont volt a vendégek előnye. Az utolsó negyedben is nagy harc folyt a pályán, végül azonban az egyaránt 24 pontig jutó Tóth Gergely és Brighton Hobbs által vezérelt Nyíregyháza 14 ponttal megnyerte a mérkőzést. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, legfőképp azért, mert 2 idegenbeli mérkőzést elveszítettünk már a bajnokságban, és azért lelkileg is túl kellett ezen jutni. Úgy gondolom, hogy a Veszprém elleni hazai siker azért mindenképp segített ebben, hogy ez könnyebben meglegyen a srácoknak, de az első fél időben mi mindig nem úgy kosárlabdáztunk, ahogyan kellett volna. Bár azért ebben közrejátszott a Honvédnak az a kellemetlen stílusa is, ami sokkal agresszívebb, mint a megszokott, talán néha a falhatárt is átlépi, de az első fél idő ennek tükrében el is ment, a második fél időben viszont szépen koncentrált a csapat, és azt hiszem, hogy egyértelművé tettük, hogy ki a mérkőzésnek az esélyes és a győztese. Mint Sitko Ernő elmondta, a nyíregyháziak játéka a mérkőzés egyes szakaszaiban már olyan volt, amilyet mindig látni szeretne a pályán. Több mindennek tudok örülni. Az egyik az, hogy győztünk természetesen, a másik az, hogy még mindig nagyon sok lehetőség van a csapatban. Kezd hasonlítani, de most volt először olyan, hogy végre olyan szituációkat megoldottunk, amikre számítanék meg, amit várnék majd a bajnokság során is. Tóth Geri például kívülről volt veszélyes, hiszen a Brighton Hobbs a palánk alatt használta azt az előnyét, amit hirtelen a mérkőzésen észrevett, és ami adódott. Azt szeretném, hogy a bajnokság további részében is az ilyen mérkőzésen fölismert előnyöket tudjuk kihasználni, és tudjuk hatékonyan kihasználni. Szerintem az volt a második fél időnek a kulcsa, hogy ezt meg tudtuk oldani, és azt a játékot tudtuk játszani, ami nekünk volt előnyös. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Budafok vezeti 5 mérkőzésen elért 4 győzelmével, majd 5 csapat következik 3-1-es mutatóval. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást. A kék cápák csütörtökön 19 órai kezdettel a Meavs Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában.